Egyszerű többséggel is elfogadhatja az országgyűlés az állami földvagyonról szóló törvény módosítását. A Törvényalkotási Bizottság ugyanis most elfogadta az ehhez szükséges módosítójavaslatot. Az ellenzék a földvagyon, azon belül a nemzeti parkok lenyúlásáról beszél. A természetvédő szervezetek szerint most egyértelművé vált, hogy a kormány célja nem a földvagyon egységes kezelése, hanem a nemzeti parki földek elvétele az illetékes szervektől. 10 nemzeti parkban 290 ezer hektár terület, ez a tétje a legújabb földosztásnak. Borzasztóan nagy területű földről van szó, 290 ezer hektár. Sallai Róbert Benedekkel, az LMP országgyűlési képviselőjével beszélgetünk ennek apropóján. Ugye a történet addig volt nagyon látható a nyilvánosság előtt, ameddig kiderült, hogy a parlament tulajdonképpen megakasztotta, mert ez egy kétharmados törvény, és nem volt meg hozzá a kétharmad. És azzal lett vége akkor a történetnek, hogy Rogán Antal emlékeim szerint azt mondta, hogy felkéri Fazekas Sándor agrárminisztert, hogy még az ellenzékkel is egyeztessen. Akkor most miért kell aggódni? Sajnos, tehát először is jó estét kívánok. Sajnos már a beterjesztéskor ez a salátarendszerű jogszabály nem volt teljes egészében kétharmados, hanem voltak olyanok, amelyek sarkalatossági záradékokat tartalmaztak, azok kétharmados szavazást igényeltek, és sajnos voltak olyan részei, amelyek egyszerű szavazattöbbséget igényeltek. A gond az, hogy miután egyszerre lett beterjesztve, ezért egyszerre kellett szavazásra bocsájtani, ezért az ellenzéknek csak az volt a lehetősége, hogy a kétharmados részeket, amiben egyébként volt néhány olyan pont, ami támogatható lett volna az ellenzék részére is, azt megagaszta annak érdekében, hogy a szavazott többséges rész, amit nem tudom, hogy mennyire szorít bennünket a műsorának a címe, de röviden egy gazemberségnek lehetne hívni. Ezt egész nyugodtan ki lehet itt mondani, tehát, hogyha ennek gondolja. Ez teljes mértékben az. Tehát gyakorlatilag egy olyan földterületekről van szó, olyan hazánk védett természeti kincseiről van szó, amihez 92 óta a szövetkezeti törvény, a kárpótlás rendszer óta senki nem mehet hozzányúlni. És gyakorlatilag ugye ezek a szavazattöbbséges részek most átmehetnek jövő héten kedden. Ezzel a változtatással képes volt a kormányzat kiszedni minden olyan hasznos intézkedést, amelyek kétharmadosak lettek volna, amik akár a ellenzék számára is támogathatóak lettek volna, ahelyett, hogy egyeztetett volna az ellenzékkel, hogy milyen feltételekkel tudnánk támogatni a törekvéseiket. Beszéljünk majd arról, hogy akkor a gyakorlatban ez mit jelent. Tehát az, hogy ezek nemzeti parki földterületek, hogyha ez tényleg kikerül a földalapkezelőt rendelkezési joga alá, akkor mi történhet vele? De beszéljünk arról is, hogy ugye tényleg az egyik utolsó hír az volt, hogy Rogán Antal arra kérte, vagy azt mondta, hogy felkéri az agrárminisztert, hogy egyeztessen az ellenzékkel. Történt azóta egyeztetés? Tehát önök például ellenzéki párt, önöket megkeresték, hogy ez ügyben tárgyaljanak? Ez úgy történt, hogy múlt héten kedden történt a szavazás. Még aznap felszólította Rogán Antal frakcióvezető Fazekas Sándor minisztert, hogy tegye meg az egyeztetést. A házszabály alapján azt a jogszabályt, aminek kérte a levételét a FM, azonnak a munkahétnek az utolsó munkanapjáig lehetett újra visszahozni. Pénteken benyújtotta az összegző módosító indítványt, anélkül, hogy bármit egyeztetett volna. Közben szerdán, csütörtökön felszólítottam kétszer a minisztert, hogy szívesen megyünk, tárgyaljon velünk, nézzük meg, hogy hol találunk meg közös pontokat. Tehát pénteken beterjesztette az indítványát, majd ezt követően, hogy beterjesztette, meghívott bennünket hétfőre, hogy menjünk el egy több párti. Tehát akkor magukat átverték. Hát ez a magukat, ez azt jelenti, hogy a Jobbik és a LMP elment az egyeztetésre, mi voltunk a naívabb része ennek, mert mi azt gondoltuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy ilyen fontos ügyben... Kutyakomédiához asszisztáljanak. A MSZP az elejébe elzárkozott, ő mondta, hogy ez egy bohózat, ő neki ez nem hiányzik, és el sem jött. Aha. De hát nyilván a KDNP ennek ugye nincs általában semmiről önálló véleménye, tehát így aztán a Fidesszel hármasba voltunk, ahol elmondtuk a saját álláspontunkat, a Fidesz vonogatta egy kicsit a vállát, és semmit nem csinált. Majd semmi nem történt. Semmi nem történt, és a Törvényalkotási Bizottsághoz bement a eredeti pénteken benyújtott összegző módosító, ami lehetőséget teremt arra, hogy lemondjanak a honvédségi földekről, ott is van 100 000 hektár, amit eredetileg szerettek volna, lemondjanak arról, hogy az önkormányzatok könnyebben jussanak mondjuk állami földekhez, amik mondjuk szükséges lenne mondjuk a start munkaprogramokhoz, vagy egy halomjó célkitűzéshez, lemondjanak arról, hogy a szociális szövetkezeteknek könnyebben jutassanak állami földet, mindenről lemondtak, azért cserébe, hogy csak egyszerű szavazattöbbséggel behozzák azt, hogy ezt a nemzeti parki földterületeket el tudják venni, és a vagyonkezelői jogot át tudják adni ezen a fáradt. Na, akkor beszéljünk erről, hogy a nemzeti parki földterületeket el tudják venni. Duna-Dráva Nemzeti Park. Csomó védett állat- és növényfaj lakóhelye. Mi történhet ott?
Tehát mi lesz? Nyilván nem fogják felparcellázni ezeket a földeket. Ezt valaki megkapja haszonbérben. Mit csinálhat akkor ott? Azért nem eljünk egy-egy nemzeti parkot példaként, mert a nemzeti parkok területén lévő földeknek eltérő a termőföldi besorolása. A Dunadrávánál általában beszélünk akkor egy nemzeti parkról. A Dunadrávánál azért speciális, ugye, mert nagyon sok az erdőterület, ami egy külön. Általában de például az alföldi nemzeti parkoknál, mint a Hortobágy, a Kiskunság, a Körösmaros nemzeti park, ott nagyon sok termőföld van szántó vagy gyepművelési ágban. Jelen pillanatban az történik, hogy ezeknek egy részét a nemzeti parkok önmagukban hasznosították, és ők maguk gazdálkodtak ott. Ők is helyi foglalkoztatók voltak, úgy működtek, mint egy régi nagy állami gazdaság, helyben embereket vettek fel, őshonos magyar fajtákat tartották, ezeket bemutatták, építettek rá ökoturizmust, bemutatóközpontokat és minden effélét. Tehát én városi ficsúrként odamegyek, ugyanúgy egy megvűvelt földterületet látok, csak az egyébként egy nemzeti parknak a területe. Nagyon-nagyon fontos az a kifejezés, amit tetszett használni, mert a megművelt terület az egy, hogyha ebben a szó használatban használjuk, az a legtöbb ember számára egy intenzív szántóföldi kultúrát jelent. De ezeknek a területeknek egy jó része extenzív gyep, amelyek legeltetéses állattartással vannak hasznosítva. A NFA-nak a rendszerében nem vizsgálják azt, hogy milyen természetvédelmi szükségletei vannak ezek a gyepeknek. A nemzeti parkoknál ez az elsődleges szempont. A gyepeknek a hasznosítására a legjobb a legelő állatállomány. Míg például az NFA rendszerében, épp ugye hallgattam az előbbi beszélgetésüket, például a sejtéstartást preferálták az állami földeknél. De az egy istálozott technológia, az nem jó legelni a gyepekre, és nem lehet hasznosítani természetvédelmi kezelőként. És akkor most, hogyha valaki oda kerül haszonbérlőként, akkor ezt az egészet felrúghatja, és csinálhat majd azt a földdel, amit akar? Hát most szépen behajtja a Nemzeti Park majd a nyáját a saját hodájába, majd vakargatja a fejét, hogy hol legeltessen, meg honnan vegyen szénát, miközben jön majd a bérlő, aki valamilyen üzleti tervvel, nem tudjuk milyennel, megpróbálja hasznosítani a földet. De a gond az, hogy az NFA törvény, ami előírja az, hogy hogyan hasznosítsák az állami vagyont, az teljesen más, mint a természetvédelmi törvény, ami nemzeti parkokat határozza meg. Az NFA-nál az a legfontosabb, hogy gyakorlatilag kormány célokat szolgáljon és bevételt termeljen az államnak ez a vagyon. Nagyon röviden, mert gyakorlatilag lejárt az időnk. Mit tudnak tenni? Tehát milyen lap van még ilyenkor a kezükben? Alkotmánybíróság? Vagy hova tudnak menni? Nyilvánvalóan ez lesz a következő lépcső. Tehát a legtöbb szakmai szervezet kifejezte azt, hogy ez elfogadhatatlan. Az ellenzéki pártok frakciói kifejezték azt, hogy alkotmánybírósághoz fognak fordulni, és az pedig biztos, hogy addig mozgunk, ameddig az FM mozogni fog, mert ezt a galátságot, amit a magyar természetvédelemmel megcsináltak, rájuk bízták jóhiszeműen a természetvédelem intézmény rendszerét, és most szétverik, ezt szerintünk nem lehet megtenni egy európai államban. Köszönöm a beszélgetést!